Sziasztok, én Feri vagyok, és nagyon sokan írtatok már nekem olyan üzenetet, hogy láttátok YouTube-on, hogy valaki játszik a GTA 5-tel, esetleg az Assassin's Creed Unity-val, vagy más ilyen újabb PC-s játékkal mobiltelefonon, és szeretnétek, hogyha én ezt bemutatnám nektek, hogy ezt az egészet hogyan lehet megcsinálni, és most ebben a videóban ezt fogjuk körbejárni, hogy ez igaz-e, vagy esetleg kamu. A 10-12 évvel ezelőtt nekem azt mondja valaki, hogy Vice City-t vagy San Andreas-t fogok játszani a telefonomon, biztos, hogy kiröhögtem volna, hiszen akkoriban ez elképzelhetetlennek tűnt, és mint tudjátok, ez az egész mostanra már megvalósult, hiszen már olyan erősek a mobiltelefonok, valamint a tabletek, hogy ezeket már simán le tudják játszani, futtatják ezeket az akkori játékokat. Pont ezért tűnnek hihetőnek azok a videók, amelyeken játszanak a GTA 5-tel, valamint a mostani újabb PC-s játékokkal, mivel az ember már azt hinné, hogy a mostani telefonok, tabletek esetleg már képesek ezeket lejátszani, de az igazság, hogy ezeknek nagyon nagy a hardware igényük, és valószínűleg még egy jó pár évet várnunk kell, hogy ezekkel tudjunk játszani mobiltelefonon, de a GTA az biztos, hogy majd egy olyan 10 év múlva ki fog jönni rá körülbelül, és viszont, hogyha most is futnának, akkor nagyon le kéne őket butítani, valamint nagy lenne a tárhely igényük is. Tehát kamu az összes ilyen videó, ne higgyetek egyiknek se, nincsen sem GTA 5, sem Assassin's Creed Unity mobiltelefonra, hogyha léteznének, valamint kiadnák őket, akkor arról híreznének az ilyen nagyobb hírportálok, valamint megtalálnátok őket a Player ruházban, és külön vigyázzatok arra, hogy az ilyen videók alatt valamikor találhattok ilyen letöltési linket például az APK-fájlhoz vagy a datamappákhoz, ezokat semmiféleképpen ne töltsétek le, és ne rakjátok fel a telefonotokra, mert minden bizonnyal vírus tartalmaznak, tehát teszem azt lehet, hogy használhatatlanná teszik a készüléketeket, vagy letörölnek ugye róla mindent, vagy ilyen mindenféle adatokat ugye ráraknak, ja, erre nagyon vigyázzatok. Na de akkor hogyan tudják ezeket a videókat megcsinálni, hiszen szabályszerűen látszódik, hogy például játszik joystickkal, és akkor amerre nyomja, arra megy a főszereplő, valamint van olyan videó is, amelyen ott van az irányítópad ugye a kijelzőn, és tényleg szabályszerűen látszik, hogy azzal a játékkal játszik, és az az igazság, hogy ezt az egészet meg lehet csinálni, de ezek ugye ilyen streamelős programokkal működnek, de ehhez szükség van arra, hogy legyen egy PC-d, azon legyen rajta az adott játék, valamint telepíts fel egy programot a mobiltelefonodra. Ilyen streamelős program például a Moonlight, amelyet az Nvidia GeForce kártya tulajdonosok tudnak a leginkább kihasználni, szükség van hozzá egy programra, amelyet a Player ruházba töltötök le, ez a Moonlight, legyen Wi-Fi-tek, az legyen bekapcsolva, valamint a számítógépen menjetek bele a GeForce Experience nevű programba, és ott a Shield opciónál a beállításokban kapcsoljátok be a Game Stream-et. Ezek után indítsátok el a telefonotokon a Moonlight nevű programot, meg fog jelenni egy kis gondolkozási idő után a számítógépetek, kattintsatok rá, kapni fogtok egy kódot, amelyet a számítógép be kell írni, és már össze is vagytok párosztatva, és látni fogjátok a játékaitokat, amelyeket ugye ezután már el tudtok indítani. Ez a legjobb ilyen streamelős alkalmazás, a hátránya az tényleg az, hogy csak a GeForce kártya tulajdonosok tudják használni, de viszont cserében nagyon jó élményben van részünk, amit látjátok, alig van késés, szinte elhanyagolható az egész, amerre nyomuljuk, arra megy a főszereplőnk, olyan, mint hogyha tényleg a számítógép előtt ülnétek. Nagy pozitívum, hogy szinte minden kontroller támogat, Bluetooth-osat, Xbox 360, PS3, ha jól tudom, PS4-est is, amit látjátok, a megjelenített kép is nagyon szép, a beállításokban például be tudjátok állítani azt, hogy mekkora felbontásban jön át a stream, valamint hogy mekkora legyen ugye ennek a bitrátája, és be tudtok állítani például olyat, hogy hogyan nézzen ki a főmenü. Amit látjátok, meg lehet oldani, hogy játszatok tableten vagy mobiltelefonon, GTA 5-tel, esetleg az újabb PC-s játékokkal, de ezt az egészet csak ilyen streamelés formájában tudjuk most jelenleg megcsinálni, és még egyszer mondom, ne higgyetek az ilyen kamu videóknak, az összes arra megy rá, hogy nézettségük legyen, valamint, hogy ugye ilyen vírus jutasson a telefonotokra, tehát hogyha ott láttok az alatt a videó alatt egy APK-fájlhoz linket, vagy valami datamappához, azt semmiféleképpen ne rakjátok fel, mert akkor vagy vírusosok lesztek, vagy lehet, hogy nem tudjátok soha többé használni a készüléketeket. Hogyha hasznosak találtátok, vagy esetleg tetszett nektek ez a videó, akkor dobjatok el lájkot, esetleg iratkozzatok fel a csatornámra, és mi mindig találkozunk legközelebb. Sziasztok!